legtöbb gyerekszobár jellemző a színes, vibráló fal, a felgyülemlett játékhegyek és a már-már klasszikusnak számító mintás szőnyek, tudjátok, az autóutas meg a macis. Amikor pedig a gyerekünk elérkezik a kiskamaszkor kapujába, akkor elkezd kinyílni ugye a személyisége, és már ő maga is tudja, hogy milyen szobát szeretne, illetve mikkel szeretnék körülvenni magát. Szávival is ez történt, most lesz 6-os, és határozott elképzelése van a dolgokról. Ma az ő szobáját fogjuk átalakítani, és hozzálátogat el az álomszobagyár. Azért jelentkeztem az álomszobagyárra, mert régóta ilyen narancssárgás, citromsárgás a szobám, és szerettem volna valami letisztultabb, egyszerűbb szobát, mert az már jobban tetszik. És a lila a kedvenc színem, ezért nagyon örülnék, hogyha valamilyen formában az is megjelenne benne, mert szerintem az nagyon mutatós lesz. A mostani szobámban nagyon szeretem a bútorokat, mert szerintem a fenyőbútor nagyon sok mindenhez megy, és azért azokat nem is szeretném annyira lecserélni. A falak ebben a szobában, mint látjátok, rendkívül élénkszínűek, így elég nagy kihívás lesz egyetlen egy nap alatt megcsinálni álmai szobáját. Szávinak volt néhány kívánsága is, az egyik ezek közül az, hogy lila-fehér színvilágú szobát kapjon. A kérések között szerepelt még a 3D-s polc is, amit mögöttem láthattok, és ha már az íróasztala fölé egy rendszerező, kis tárolót képzeltem el eredetileg is, ezek tökéletesen megfelelnek annak is, ráadásul a saját kis kreatív alapanyagait, illetve alkotásait is oda majd kiállíthatja és könnyen cserélgetheti. És ha már a kreativitásról van szó, Szávi kívánsága volt egy fali óra, én pedig ezt az óra alapot fogom neki elvinni, ezt teljesen a saját ízlésére elkészítheti, befestheti, és a végén pedig majd valamilyen főhelyre elhelyezzük. Szávi szobájához nagy segítségünkre volt a JUSK, hiszen mindent összeválogathattunk náluk, ami a szobátalakításhoz kell. A Click & Collect szolgáltatásukkal ráadásul rengeteg időt megspórolhattunk, hiszen online egyszerűen csak összeválogattuk a termékeket, megjelöltük, hogy melyik áruházban szeretnénk átvenni, és nem sokkal ezután már át is vehettük a kiválasztott áruházban a rendelésünket. Izgatottan várom a szoba átalakulását, hiszen Szávi szobája nagyon nagy változáson fog átesni, már csak egy dolog maradt hátra, mégpedig a falszín pontos kiválasztása, úgyhogy hamarosan a Trilakhoz is ellátogatok, és ott az ideális színárnyalatot kikevertetem. Szia Józsi! Szia! Egy olyan gyerekszobát fogunk átalakítani, ami most jelenleg nagyon intenzív, narancssárgás, barackos színvilágban fürdik, és hát ezt mi szeretnénk sokkal lejjebb venni, egy világos pasztel bézs árnyalatot szeretnénk. Mit javasolsz, mi a technológia, amivel kifessük a szobát? Tehát nagyon erős szín van a falon, és hogyha egy világosabb színt szeretnénk festeni, akkor el kell, hogy tüntessük sajnos az előző színt, és ezt egy fehér festékkel kell. A Hera Clean and Style festékünket javaslom, hogy egy rétegben fehérrel ezt fessük át, vagy fessétek át, és utána jöhet az általatok kiválasztott szín. Na, de szuper, és akkor vannak bézsek, amik közül választhatok, vagy van esetleg egy nagyobb színpaletta? Van több színkártyánk is, de azt a kártyát készítettem most ide, amiből ezt meg is tudjuk konkrétan keresni, ki is tudjuk választani. Hány szín van benne, ezt tudod pontosan szám hát szerint? Olyan 2000 körül van ebből a színkártyában. Én akkor egy ilyet szeretnék, akkor ezt ki is tudjuk most itt keverni? Igen, ezt most meg is tudjuk szuper csinálni. És még szeretnék két unitoppot, ugyanígy egy bézst, illetve egy halványlilát, ezt is most oda tudod adni? Igen, hogyha van hozzá bázisfestőnk, akkor bármit tudunk keverni. Elkészült a színkeverést, használhatjátok. Köszönöm szépen! Most már minden összeállt végre a szoba átalakításhoz, indulhatunk is Veszprémbe Szávihoz.
Meg is érkeztünk Szávihoz, Veszprémbe, gyönyörű hangulatos kisvárosi környék. Szia, Szávi! Szia, Anita! Mennyire vagy izgatott egy 10-es skálán? 10. Várod már, hogy átalakuljon a szobád? Nagyon. Hát sok feladatunk van a mai nap folyamán, hamarosan kipakoljuk a szobádat, és aztán estére elkészül az álomszobád. Már nagyon várom. Mutasd meg, merre van a szobád. Nagyon-nagyon szép ez a környék, ahol laktok. Szeretsz itt lakni? Igen. Az emeleten van a szobád? Igen, ott fönt. Na hát akkor most utoljára jól az eszedbe kell véssed, mert most látod egyben, a régi állapotban, utolsó alkalommal. Úgyhogy nézzük, megmutasd meg nekem is. Azta! Fotón mindig egy picit nagyobbnak tűnik, mint aztán a valóságban, bár jó nagy szobád van. Igen. Á, itt egy mini inspibox. Mi van benne? Kreatív pihenős mini inspibox, mert amikor volt az a műsor, nagyon megtetszett, azért csináltam róla mini inspiboxot. Nagyon menő! És itt még milyen kincsek vannak? Itt is mennyi gyönyörű alkotás. Például az időkapszula, meg ez a festmény is. Azt a mennyi színed van! Ez hány inspiboxból vetted ki? Ebből a 6 inspiboxból van. 6 inspiboxod van? Igen. Atya-gatya! Ez már egy inspibox múzeum. Komplett kincses bánya, szobád, rengeteg gyönyörű alkotással, egy picit olyan, mintha otthon lennék. Annyira sok minden van, amit a videóimból megcsináltál, meg ilyen kis mini inspiboxot is találtam. Van kedvenc alkotásod egyébként? Igen, az a zsiráf a naptáron. Szóval ő mindenképp maradjon kint a falon? Mi az, amitől megválhatunk, Szávi? Hát ez a meleg színvilág, ez annyira már nem tetszik, úgyhogy azt szeretném, hogy lecserélni. Valamilyen részben szeretnél részt venni a még itt a szobádban? Hát talán a nagy falfestésben. A nagy falfestésének az elkezdésében. Hát rendben, akkor azt még együtt elkezdjük. De hát addig még sok előkészítő munkálat vár ránk, mert ugye meg kell szabadulnunk a tapétától, ki kell mindent vinnünk, és hát utána kezdődhet egy komplett festés, és aztán majd szépen minden visszajön. Készen állsz a változásra? Igen. Hát akkor kezdjük is. Sose láttam ilyen állapotban a szobámat. Sokkal nagyobb lett a hely. Itt aztán van lehetőség a kibontakozásra. Van itt nekünk egy fehér, meg egy bézs festékünk. Egy pici előre titkot elárulok, hogy bézs színűek lesznek a falaid. Ebben fogsz most segítkezni. Jó. A fehéret kenjük alá, úgyhogy ez lesz az első réteg, és utána a két bézs réteg. Rendben. Na, adom is neked ezeket a csini ecseteket, és először a sarkokat, itt az ajtó mellett, ahova a henger nem fér el, azzal kell kezdeni. Picit kell csak bemerteni az ecsetet, le is húzhatod a szélén, és utána kezdheted el ott az ajtó mellett festeni. Ez nagyon jó. Hát hidd el, hogy ez a legizgalmasabb része most az átalakításnak számodra, mert nem sokára kizárlak a szobából, és akkor már sokkal uncsibb lesz, de még élvezd ki minden pillanatot. Milyen érzés, hogy eltüntetted a sárga faladat? Hát egy részben jó, mivel már annyira nem tetszik ez a színvilág, de azért kicsit sajnálom. Igen, egy kicsit azért mindenkinek a szobája a szívéhez nő, nem? És azért egyrésztről nagyon jó, hogy új lesz, és hogy olyan lesz, mint álmai szobája, másrésztről egy picit azért sok emlék is köt Igen. hozzá. Rengeteg kis kreatív kincs is mind-mind eltűnik. Hát majd reméljük visszakerül. Meglátjuk. Azért nem fog annyira unalmasan telni az idő, mert készültem neked itt kreatív alkotással. De általában az stílusosan az álomszobagyár inspiboxból szoktunk alkotni, amíg várunk az átalakulását. Elhoztam neked, majd megnézzük, hogyha marad ide, akkor ebből is csinálhatsz valamit. Viszont ugye szerettél volna egy saját fali órát. Igen. Hát mostanában az Inspiráció Kémi stúdiós alkotó műhelyeken ugye valamilyen fatárgy van, és nemrég volt egy óra kifestése, és ezt hoztam el neked, úgyhogy ezt tudod teljesen egyedi színvilágban, ahogy neked tetszik megfesteni. Én akkor vissza is megyek, mert nekem azért van dolgom fönt. Rendben. Aztán, hogyha bármi van, szóljál nyugodtan, ha befejezted. Rendben. Köszönöm szépen.
Ezeket a 3D-s polcokat fogjuk ide följelölni és fölrakni, vágunk megfelelő méretű papírokat, és akkor szépen ki tudjuk a kompozíciót majd rakosgatni, ragasztani a falon, és akkor látjuk, hogy hogy néz ki jól. Van még egy paraffatáblánk, ami eredetileg ugye Szávi szobájában volt, úgyhogy azt gondoltam ide a polcos fölé, és ennek a folytatásaként majd ezt a 6 darab polcot föltesszük. Elkészültem a végleges kompozícióval, ugye van ez az eredetileg meglévő parafa kis üzenőtáblánk, ennek 60 centi a magassága, és ez az alsó-felső keret szélesség fogja meghatározni majd a kis 3D-s dobozok szélességét is. A felső sorban balról jobbra fognak nőni a dobozok, az alsóban pedig jobbról balra, és egy picit ilyen aszimmetrikus és szimmetrikus is lesz egyszerre a kompozíció, úgyhogy szerintem ez tökéletes lesz, majd még a dobozok egy réteg festést is kapnak. Egy pár perc és végzünk az alapok felfestésével, amíg szárad és rákerülhet utána a minta, azaz az egésznek a fűszere, addig lemegyek Szávihoz és adok neki egy újabb feladatot, készíthet az Inspiboxból egy különleges függesztéket. Készen állsz az új feladatra? Igen. Na, itt van az Inspibox, az Államszabadjár Inspibox, ebből most nem választhatsz, hanem én adok neked egy alapanyagot, méghozzá ezt a fém karikát. Azt szeretném, hogy ebből egy olyan különleges függesztéket csináljál a szobádba, amihez ezeket a kis növénykéket használod, hoztam neked sok-sok színes fonalat, és ezeket kéne négyet vagy ötöt, ezt teljesen rád bízom, fölfüggeszteni, lelógatni. Az, hogy ezeket fonod, hogy milyen hosszúságúak, hogy milyen színeket használsz, az is teljesen rád van bízva. Sőt, ha szeretnéd, akkor még akár az üvegekre is festhetsz. Rendben. Végre elkészültek az apró minták, és most már megszüntethetjük ezt a hatalmas fóliatengert, kezdődhet a visszarendezés és a dekorálás. Elérkezett az idő a lámpa felszerelésére is, egy ilyen hosszúkás, fabetétes, fehér fa kombinációjú lámpára, függesztékre esett a választékom. Ezzel a nagyon egyszerű módszerrel tulajdonképpen teljesen személyre szabható az egyes izzók magassága és a szobához alakítható. Már nagyon sokat vártam erre az átalakításra, mert már régóta tudom, és ezért egyre jobban izgultam, amikor elérkezett ez a nap. Nem is bírtam aludni, annyira izgultam, és végre itt van ez a nap is, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz.
eljött a nap pillanata. Szávi, gyere! Megtartalak, nehogy összeessél! Na gyere, és csukd be, kérlek, a szemedet! Na, hát... Kértél tőlem egy nagy tükröt. Igen. Kértél tőlem díszpárnákat. Igen. A lila falat, egy nagy egycímű szőnyeget, órát, hát azt mondjuk lássam, illetve olyan 3D-s polcokat, amik a stúdióban is vannak. Igen. Hát nézzük, hogy mi valósul meg. Egy bátorom megvalósult. Rá sem ismerek. Ez Úristen. A szobád. Pedig ez az, nem nagyon lehet ráismerni, hát, valóban. Jobb lett, mint elképzeltem. Szóval itt van ez a nagy, bihebuha szőnyeg. Ott van az új tükröd, ott egy kis gardrob részleg. Nagyon tetszik. Ja igen, és a háromszöges, vagy ilyen vonalas fal, egy kicsi extrával. Azon nagyon sokat dolgoztunk. Hát ez tényleg az álomszobám lesz. Jézus! Nagyon tetszik. Hát akkor jó. Örülök és megnyugodtam. Nem is tudom, mit gondoljak most. Van két kis puff, hogyha vendégeket hívnál és beszélgetni szeretnék, ki kell húzni a szőnyegre és le lehet ülni rá. Igen, sok-sok új pihepuha díszpárna. Nagyon tetszik. Na, melyik a kedvenc részleted? Hát egyértelműen a fal. Váó. Hát nagyon jó. Nagyon szép. Pöttyös, csíkos, háromszöges, trapézos. Nagyon szépek a díszpárnák, de tényleg, így az egész szoba olyan más, de jó értelemben is. Oh. És most újra föl tudod majd sok-sok kincsel dekorálni. Hát, az biztos. Csukd be a szemed, csukd be! Elképzelem, hogy milyen volt. Hoppá! Azt a mindenit! Ez elképesztő. Gyönyörű! Na? Bordásfal is új helyre került. Igen, és itt sokkal jobban lehet rajta torrászni, ugye? Hát ez nagyon szép. Melyik volt a napból a kedvenc pillanatod? Hát, amikor megláttam a szobát, mert az nagyon különleges volt. Nekem az volt a kedvenc pillanatom, amikor elindultam lefelé, érted, és még nem láttad, és tudtam, hogy most jön a nagy pillanat. Remélem, hogy nektek is tetszett ez a kis új epizód, ez az átalakulás. Írjátok meg a videó alá, hogy melyik a kedvenc részletetek ebből a szobából, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogy legközelebb se maradjatok le az álomszobagyáról. Sziasztok, szép kreatív Sziasztok. Napot! Köszönjük az Álomszobagyár támogatását az Eglónak, a Jusknek és a PPG Trilaknak.